nagyon klasszul együttműködtek velük, és tényleg teljes egyetértésben szervezték meg ezt a munkát. Fotókat is hoztam, majd hogyha egyenként odamegy a tüzekhez, akkor megmutatom a családomat. És akkor kérnélek benneteket, hogy ne ilyen hoztam én, de ha még hosszabban csináljátok, az is jó. Ugyanis én beszélni nagyon tudom, hogy aki úgy érzitek, hogy elmondjátok, akkor álljatok fel. Szólítsam őket, a tanárnő azt mondta, hogy szólítsam őket. Akkor elkezdjük a lépcsőt. Akkor még egyszer elmondom, Albert Terész. Hát köztudott, hogy van egy nagyfiam, de azért többen elváltó élettársa kapcsolatban, hogy a legközelebb 6 éve, hál' Istennek minden rendben van. Három fiú unokám van, két fiú, utána az ötten lesznek kiskán unokám, de hát fiúk lettek azok, és de hál' Istennek egészségesek. És köszönjük, hogy köszönjük szépen Tárkának, most egy kis figyelmet kértek tőlem, hogy mielőtt folytatom a népsort, előtte. Örgök uram, valamit szeretném köszönni, hogy a munkáját, az, hogy összefoglalunk. És most volt egy nagyszabású kiállítás a Gödöllőn, 45 képből álló kiállítás, kézilabdás fotót, és így teljes az élete,
most már nyugdíjasok vagyunk, és amikor kell, akkor visszük, meg visszük az unokákat. Hát ennyi. Mozgalmas az életünk. Hál' Istennek! Ez van. Anya Zoltán! Lusta vagy? Kérem, hogy ennek a végének is mondja el, nem most kicsit később, mert ugyanis mi semmit nem hallottunk. Vagy csak a mi? Figyelj már, hogy nem lesz soha vége. Aki úgy gondolja, szeretném jelezni, hogy aki nem akar hozzászólni, mi ezt nem erőltetjük. Klócz tanárnéni, és szerintem a többi tanár is érdekli őket, hogy hogyan és miként élünk. Nyilván, akik egy faluban lakunk, azok ismerjük úgy nagyjából a másikat, meg a családi helyzetünk is, de nagyon sok olyan van, akiről én 46 éves semmit nem tudok. Úgyhogy én örülök neki, hogy ezen a nincsalan gyorsan megyünk még egyszer. Gartó Kati? Hát én nekem is két lányom van, szeretem is. Én is három unokám, két fiú és egy kisfány. Köszönjük, Kati! Bálint Piroska? Piroskának nagyon sok verset lehet egyébként a papi hírlapba olvasni, én mindig elolvasom, és örülök neki, hogyha most elmondasz egy boldog ünnepet! Alapján az évem, ez egy nagyon szép vers, meg a többi is az szerintem, de ez az alkalomhoz illik. Boldog ünnepet! A nagy rohanásban nem veszük észre, hogy elszalad mellettünk az élet. Szeretet, boldogság és béke, de az se baj, ha az embernek néha van szerencséje. Gyertyát gyújtani bármikor lehet, kívánok neked boldog ünnepet. Egy szál gyertya, egy szál virág, amit téged szeretettel gyújtok át. Minden ember boldogságra vágyik, amit magadnak kell megteremtened. Egyik nap után úgyis jön egy másik, hát tetszett be a saját életed, hogy elmondhassam, milyen jó veled. Gyertyát gyújtani bármikor lehet, a családért, a békéért, az életért, gyújtsunk gyertyát ennyibe. A szeretet kell, a soha ne felejtsd el. A szivárványhídon ne egyedül menjek át, gyere velem, fogd a kezem, kell egy jó barát, kell egy jó barát.
Máriától kérdezem, hogy... Köszönjük szépen Marikának. Közben én tanulom, hogy hogy kell kivel kapcsolni a mikrofont. Bodor Marikát kérdezem, hogy tényleg nagyon-nagyon ritkán van magon. Hát én csak azért jövök ide. Igen, azért jövök ide, hogy azt mondjam, hogy büszke vagyok a tanárnőjére. Azért, mert ők egy elnézést, ők egy olyan útra van utatta.